az új szezonnak a céljairól beszéljünk akkor először. A célunk nem változott az előző szezonokhoz képest, mindenképpen szeretnénk azt az alapcélunkat elérni a csapattal, hogy így már negyedszer zsinórban play-offba jussunk az Ice Ligában. Ehhez nyilvánvalóan az kell, hogy az új szakmai stábbal egy kellő önbizalmú és sérülésektől nem nagyon megtizedett csapattal tudjuk majd végigcsinálni az alapszakaszt. Remélem, hogy idén is sikerül. Klubvezetés, városvezetés, szponzorok nemrég járták be az új csatornokat. Most erről beszéljünk egy kicsit, hogy ott milyen érzések voltak önökben. Nem tudom, hogy áll most jelenleg az új csarnok. Hát mindig öröm, de egyre nagyobb élmény egyébként az új csarnokot meglátogatni. Köszönöm is innen is az építőnek, a kivitelezőnek, hogy ezeket a látogatásokat lehetővé teszi. Igen, az idei szezon szerettük volna úgy kezdeni, hogy a támogatóinknak adunk egy ilyen élményt. A szponzorokat invitáltuk ezen a legutóbbi alkalommal bejárásra. A csarnok egyre inkább mutatja a végleges arculatát, azt tudom mondani laikusként. Már nagyjából el tudjuk képzelni, hogy fog kinézni a lelátó, milyen lesz a lelátó és a küzdőtér kapcsolata. Alakulnak a háttérben az öltözők, bár azok még a következő ütemben lesznek. Azt látjuk és azt az infót kaptuk, hogy minden az ütemterv szerint halad. Ez is egy nagyon örömteli érzés. Szerettük volna, ha egy kicsit mindenki látja, hogy az a csapat, az a klub, amelyet támogatnak, akik mellett ott állnak, sokak közülük már évek óta, milyen új otthonba fog költözni, milyen lesz az az új otthon, az az új csarnok, ahova velünk együtt remélhetőleg ők is jönnek. Akkor mindenki elégedett volt a helyszínen. Igen, a visszajelzések nagyon jók voltak. Láttuk, hogy mindenki értékeli és élvezi azt, hogy egy ilyen nagy beruházást, egy ilyen tényleg kuriózónak számító multifunkcionális csarnokot, ami jégkorong bázisú szolgál, így megtekinthetnek félkész, vagy legalábbis menetkész állapotban. A szurkolói találkozón, illetve a szezonnyitón ez elhangzott, mert akkor ismételjük el itt is, hogy mi az a reális cél, amikor már a csapat beköltözhet majd az új csarnokba. A legutóbbi egyeztetések során, és ezt polgármester úr a szurkolói napunkon, és most az előbb emlegetett bejáráson is elmondta mind a szurkolóinknak, mind a támogatóinknak, hogy ezt a szezont mindenképpen a Raktár utcában, a Raktár utcai ördögkatlanban fogjuk megkezdeni, és befejezni is. Az a verzió, hogy esetlegesen a playoff mérkőzésekre átmenjünk, nem tudott megvalósulni. Nem tudtunk olyan fix időpontot kapni a várostól, a hatósági engedélyezések és a használatba vételi engedélyek tekintetében, ami alapján azt tudtuk volna mondani, hogy akkor tervezhetően át tudjuk költöztetni a csapatot. Ugye azt mindenkinek meg kell érteni, hogy szakmailag az egy nem vállalható út, hogy egy adott, a bajnokság egy adott pillanatában kapunk lehetőséget arra, hogy pár nap múlva már egy egészen új csarnokban, egy egész új jégfelületen, egy egészen új környezetben esetlegesen a szezon egyik legfontosabb mérkőzése, egy playoff mérkőzés előtt a csapatot átvigyük. Ez szakmailag és fizikailag sem könnyen megoldható lett volna, így mi is könnyen borintottunk rá arra a kompromisszumra, hogy ezt a szezont a támogatóinkkal, szurkolóinkkal, bérleteseinkkel együtt ebben az ördögkatlanban, illetve az eddigi otthonunkban, az ördögkatlanban, az ifja Bocskai Gábor jégcsarnokban tudjuk le, és utána pedig tervezetten lesz időnk pár hónapunk arra, hogy belakjuk az új lakhelyünket, megismerjük az ottani lehetőségeinket, kipróbáljuk a jeget, aztán edzéseken gyakoroljuk be, lakjuk be azt az új pályát, és akkor mindennek meg lesz az a természetes íve, ami szükséges ahhoz, hogy ott már aztán egy magabiztos hazai csapatként kezdhessünk szezont. Az, hogy az idei az utolsó év itt a Raktár utcában, és a következő évben pedig új helyre költöznek, ez mekkora pluszt adhat idén a csapatnak? Remélem mindenki. Egyébként inkább ott kezdeném, hogy maga a csapat, nem csak a szurkolóink és a támogatóink, hanem a csapatunk tagjaiban is érezzük azt az érdeklődést, ami övezi az új csarnok elkészültét. Őket nyilvánvalóan inkább az a rész érdekli, hogy a hazai öltözőbázis milyen lesz, a jég és az öltözők kapcsolata milyen lesz. Nagyon-nagyon érdekli őket, ősszel őket is el fogjuk vinni éppen ezért egyébként, amikor már az öltözők olyan állapotban lesznek, hogy ők azt tudják értékelni és felmérni, hogy pontosan hova is fognak érkezni, hogy lássák. Én remélem, hogy a jövő tekintetében mindenkinek ad egy olyan pluszt, hogy az eddigieknél talán még jobban akar itt játszani azok a légiósok, akikre mi is számítanánk, talán könnyebben bólítanak majd rá arra, hogy Székesfehérváron, a Hidrofehérvár a V19-ben folytassák a pályafutásukat. És azt tudom mondani egy kicsit önző módon, hogy talán segíti majd
a jövő évi csapattervezésénél a szerződés hosszabbítások tető aláhúzását a GM-ünknek, Szélig Viktornak. Összességében pedig egy jó hangulat, hogy tényleg most már eljött az a pillanat, amikor már szabad szemmel is látható az a cél, hogy egy új csarnokban, egy új otthonban fogunk 24-ben kezdeni egy bajnokságot. Ez már egy jóval nagyobb csarnok, tehát nézőszámban is nagyobb. Ez is elhangzott, hogy most már itt a lehetőség akár az idejében, hogy nézőszámot növeljenek. Ugye itt ennek a csarnoknak viszont vannak korlátai, tehát ez hogy egyeztethető össze, vagy ez hogy lehetséges? A nézőszámnövelés mindenképpen az új csarnokhoz kapcsolódó célkitűzésünk. Így gyakorlatilag a playoff mérkőzéseinken már az előző években is, és hát reméljük most is lesz rá lehetőségünk, hogy elérjük azt a nézőszám plafont, amire ez a csarnok egyáltalán képes, alkalmas, illetve amire a hatósági engedélyei lehetővé tesznek. Az új csarnokban gyakorlatilag ezt a nézőszámot akár meg is kell dupláznunk, de jelentősen növelnünk kell, az biztos. Ez egy olyan cél, amit a várossal közösen, ezzel a közösséggel közösen fogunk tudni csak elérni. Nyilván nagyon, nagyon meg kell találnunk azokat a pontokat, ahol jó kommunikációval, korrekt jegy- és bérletárakkal meg tudjuk szólítani a fehérváriakat, illetve ez egész országban a hoki szeretőket. Olyan infrastruktúrális fejlődést fogunk tudni mutatni nekik az új csarnokban, ami azért Fehérváron eddig nem volt látható. Reméljük ez is nagyon sokakat ösztökél majd arra, hogy akkor látogatói legyenek a jégkorong mérkőzéseknek. Sokkal családbarátabb lesz gyerekeknek, családoknak nyilván sokkal inkább komfortos lesz az új csarnok. Reméljük ez is sokak fantáziáját megmozgatja a tekintetben, hogyha szeretik a sportot, akkor most már akár komplett családdal, több gyerekkel is nyugodt szívvel ki lehet látogatni, teljesen más komfortérzet és infrastruktúrális háttér lesz az új csarnokban. Az új csarnok mögött egy utolsó kérdés, hogy hány év munka áll nagyjából egy ilyen csarnokban? Az új csarnok tekintetében? Gyakorlatilag, ha a lobby tevékenységet is hozzáveszünk, akkor azt mondom, hogy egy 15 évet nyugodtan mondhatunk. A fehérvári közéletben gyakorlatilag már a 2006 és 2010 közötti időszakban is a városi közülések szintjén mindig felmerült, hogy létre kéne, vagy fel kéne építeni egy multifunkcionális csarnokot. Aztán mindig tudtuk, hogy a jégkorongnak kéne már egy olyan otthon, ami méltó arra, hogy a folyamatosan növekvő nézőszámot, illetve az egyre magasabb szintű szakmai munkát gyakorlatilag kiszolgálja. És akkor ugye 2013-ban a Modern Városok program keretében hirdette ki a miniszterelnök úr, hogy a fehérvári fejlesztések sorába az Alba-Arena is bele fog tartozni. Aztán ugye, aki ezt nyomon követte, talán annak már ismerős, mert ez a közelmúltnak a történése, hogy aztán a második pályázati nekifutásra aztán zöld utat kapott a kivitelezés, egy nagyon komoly összegű kivitelezés, de ne felejtsük el, hogy ebben nem csak a mi csapatunk otthonáról szolgáló aréna van benne, hanem egy nagyon komoly út- és hálózatfejlesztés zajlik a mögöttünk lévő ipari park, és talán az egy város egyik legfontosabb kivezető útjának az összekötése tekintetében, ami egyébként nekünk is fontos, hiszen komfortossá fogja tenni a csarnok megközelítését, illetve a rendezvények utáni távozásnak a lehetőségét is.